Almát csomagolnak a Bonyhádi Gondozási Központ dolgozói. 300 kg-ot nyertek a gyümölcsből pályázat útján. Egy-egy kiló almát kapnak a családok, amit az ebédszállításkor juttattak el számukra. A gondozási központ vezetője azt mondja, jelenleg nem csak az idős ellátással foglalkoznak, a helyi gyermekétkeztetést is ők látják el. Pályázni mindig kell. Abból lehet a legjobban gazdálkodni, és azzal lehet a legjobban segíteni a városban élőket. Szintén egy élelmiszer pályázatunk nyert, amelyben 300 kiló almát nyertünk. Ez nagyon jó ebben a helyzetben, hiszen a vírus helyzetnek a legfőbb támogatója a vitaminforrás, és ezzel lehetőséget tudtunk biztosítani 300 családnak. Jelenleg most csak ez az egy pályázatunk futott, korábban 2 nyertes pályázatunk volt, akkor húsvét előtt kapták meg a nagycsaládosok, illetve a szociálisan rászorult családok a húsvéti csomagot. Sebestyén Orsolya szerint az idősek már alig várják, hogy visszatérhessenek a központba. Az idősek nagyon készülnek vissza, tehát a nappali ellátás keretei élők, ők nagyon készülnek vissza, napi szinten kapcsolatban vagyunk velük. A házi segítségnyújtásban részesülőknél már más a helyzet. Ott olyan vegyes érzelmekkel vannak. Nagyon sokan félnek attól, hogy beoltottak-e bennünket, hogy megkaptuk-e az oltást, és ez mindennapos kérdéskör, csak azokat a munkavállalóinkat fogadják el, akik részesültek oltásban. Én ezt nagyon jó dolognak tartom, hiszen ők is megkapták, és mi is vegyük fel az oltást, ezzel is segítve a társadalmat, a társadalom újraindítását. A másikuk pedig annyira fél, hogy elzárkózik most mindenkitől. Bízunk benne, hogy ez majd feloldódik később. A gondozási központ dolgozóinak többsége egyébként megkapta a koronavírus elleni védőoltást. 63 dolgozóból 48-at már beoltottak. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mi is megkaphattuk szervezet keretek között a védőoltást. Kórházi oltóponton kaptuk, nagyon nagy segítségünkre volt ebben a polgármester asszony, illetve a kórházi dolgozók. Jelenleg ott tartunk, hogy a dolgozóinknak a 76%-a részesült oltásban. Én ezt egy nagyon jó arányszámnak tartom. A többiek többségében azért nem vették fel az oltást, mert covidosak voltak, és még nem telt le az idejük.